Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Hunyadi utcában, beszélgetőtársam Teleki Zoltán kapitányságvezető, őrnagyúr. Három héttel ezelőtt kérték a lakosság segítségét egy idős bácsi bántalmazásában. Történt-e valami azóta az ügyben? Pozitív hírekkel tudok szolgálni, mint korábbi interjúban is már elhangzott, 2013. május 22-én a mögöttem látható útszakaszon délután 3:45 körüli időben egy idős 76 éves idős bácsit a kerékpárról lelőktek, majd bántalmaztak ismeretlen elkövetők. A forró nyomon történt üldözés akkor sajnos nem vezetett eredményre, habár a legnagyobb erőket mozgósította a rendőrség az elkövető felkutatása érdekében. Ez idáig eltelt időszakban természetesen kiemelten kezeltük ezt az ügyet is, és május 12-én olyan információk jutottak a birtokunkba, ami a konkrét elkövetők nyomára vezetett. Ezen információk kapcsán május 13-án a rendőrkapitányságon előállításra került B. Attila 26 éves karcagi és F. István 24 éves karcagi lakosok, akik megalapozottan gyanúsíthatóak voltak a súlyos testi sértés bűncselekmény elkövetésével. Mindkét személy gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség, melyet követően F. István 24 éves karcagi lakos őrizetbevételéről döntöttünk. Nevezett személy előzetes letartóztatásának indítványozására az előterjesztést a karcagi rendőrkapitányság megtette a karcagi járási ügyészség felé. A bácsiról mit tudunk azóta? Beszéltek-e vele? Természetesen a sértett azóta fölkeresésre került, felépülőben van a sérülésekből. Tehát ismét el tudom mondani, hogy semmilyen haláleset nem történt a karcagi rendőrkapitányság illetékességi területén, senki nem esett erőszakos bűncselekmény áldozatául. Köszönjük szépen a tájékoztatást és a lakosoknak, hogy nem voltak közömbösek, hiszen ezek szerint a szemtanúk jelentkezés alapján sikerült megtalálni az elkövetőket. Természetes, hogy mi vezetett az elkövetők nyomára, arról nem kívánnék nyilatkozni, viszont ismételten fölhívnám a lakosok figyelmét, hogy ne legyenek közömbösek embertársaik iránt, amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, akkor hívják bátran a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot, és a kollégáim azonnal meg fognak jelenni és intézkedni fognak. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!